Agrártámogatások, az uniós források csökkentése áremelkedést is jelenthet a boltokban. Gyepgazdálkodás, a terület fejlesztésével akár az állattartás is fellendülhet a megyében. Együttműködés, szorosabbra fonta kapcsolatát a Nyíregyházi Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium. Az élelmiszerárak alakulása is nagyban függ az Európai Uniós agrártámogatások szintjétől, hangsúlyozta az agrárminiszter Újfehér Tóm. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nagy István fontos célként jelölte meg, hogy az ágazatban versenyképesség terén utolérjük uniós vetélytársainkat. Ennek egyik fontos eleme az aszálykárok elhárítása. A cél érdekében 170 milliárd forintból fejlesztik az öntözési infrastruktúrát a következő években. Teltházzal zajlott az újfehértói fórum csütörtök este. A jelenlévő gazdákat a hazai agrárium aktuális kérdéseiről és az európai parlamenti választással kapcsolatos teendők fontosságáról is tájékoztatták. Az Európai Bizottság tervei szerint a következő uniós ciklusban jelentősen megnyírbálnák a közös agrárpolitika forrásait. Mint azt a rendezvényen résztvevő agrárminiszter is hangsúlyozta, a magyar kormány célja, hogy ezek a támogatások ne csökkenjenek, az ugyanis a boltokban is éreztetné a hatását. Az élelmiszerek árának alakulása az nagy mértékben függ attól, hogy a gazdák milyen költségszinten tudják előállítani az alapanyagokat. Ezért is tartjuk nagyon igazságosnak az, hogyha a Európai Uniós források közös agrárpolitikában a gazdákhoz jutnak. Nem tartjuk elfogadhatónak azt a magyarázatot, hogy ezt a támogatási szintet csökkenteni kell, és a bevándorlást, a migrációs beilleszkedést kell segíteni ezekből a forrásokból. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk. A tárcavezető arra is kitért, fontos cél az ágazatban, hogy versenyképesség terén utolérjük Európai Uniós vetélytársainkat. Ehhez elengedhetetlen lépés az aszálykárok elhárítása. Ennek érdekében 10 éven keresztül évi 17 milliárd forintból fejlesztik az öntözési infrastruktúrát, növelve az öntözött területek nagyságát. Az eseményen elhangzott a generációváltás kérdéséről is beszélni kell. A gazdák több mint harmada ugyanis 65 évnél idősebb. Természetesen minden intézkedést meg kell tennünk azért, hogy a fiatalok azt láthassák, hogy egy jó jövedelmező gazdaságot tudnak átvenni, hogy egy olyan életformát tudnak örökölni, egy olyan életmódot tudnak örökölni, amelyre büszkék lehetnek, amely tartást ad, erőt ad az ő számukra. Ez egy nagyon komoly kihívás számunkra ennek megteremteni a lehetőséget. A miniszter hozzátette, erősíteni kell a kormány és a gazdák közti kapcsolatot, a közelgő EP szavazáson pedig olyan politikusokat kell megválasztani, akik a magyar gazdák érdekeit képviselik az uniós parlamentben. Közel 1 millió hektár gyepgazdálkodásra alkalmas részben kihasználatlan terület van Magyarországon. Ennek jelentős része a Felső-Tisza vidékén terül el. Ezek fejlesztésével fellendülhet az állattartás a megyénkben is, valamint a hazai megnövekedett széna igény is gazdasági lehetőségeket rejt a helyi gazdálkodók számára. Magyarország területének mintegy 80%-a termőterület. Ez valamivel több mint 7 millió hektárt jelent, melyből mezőgazdasági területként van nyilvántartva közel 5,5 millió hektár. A csütörtöki tiszadobi gyepgazdálkodás szakmai konferencián azoknak a területeknek a fejlesztéséről, illetve a jövőjéről volt szó, melyek felaprózva terülnek el a Tisza mentén, és melyek jelentős, de eddig még kihasználatlan gazdasági potenciált rejtenek magukban a helyiek számára. A magyar szántóterület, a mezőgazdaság által művelt szántóterület mintegy 4,5 millió hektár, és van közel 1 millió hektár olyan területen, amit rét- és legelő gazdálkodásra alkalmas, illetve ilyen területként van a KSH besorolás szerint meghatározva. Ez azért fontos, mert az 1 millió hektár ez több százezer állat eltartó képességét tudja biztosítani, és jelen pillanatban nem használjuk ki teljes mértékben ezeket a területeket. Ennek természetesen korábbi évtizedekre visszavezethető az oka, mert jelentős részben akár a kárpótlás, akár később különböző földtörvény vonatkozásába bizonyos mértékben aprózódtak a területek, és az az egységes, nagy területen való akár legeltetéses szarvasmarhatartás kevésbé megvalósítható. Az állattartás mellett ezeken a területeken akár a széna és a szálas takarmányok megtermelése is jó lehetőség a gazdák számára, melyhez környezettudatos, összehangolt és modern gazdálkodási formára kell áttérniük a helyi termelőknek.
A térség országgyűlési képviselője a szakmai konferencián elmondta, a gyepgazdálkodás és az állattartás fejlesztése mellett a térség turisztikai fejlesztése is folyamatban van. A Nyíri Mezőség programban, ahol a Tiszapartokat, a Szabadstrandokat, Tiszadobon, Tiszadadán, Tiszalökön rendben tesszük, hogy egyre több turista jöjjön ide. Természetesen a Szabolcsi-Földvár környékét is egy nagyobb programmal szeretnénk megújítani, és ha ide több turista jön, akkor a jó hírét viszik Tiszadobnak, jó hírét viszik ennek a térségnek. Vinnai Győző a konferencián elmondta, a térség úthálózatának fejlesztése is folyamatban van, így Tiszalök és Tiszadada között már megújult az út, mely később egészen Tiszadobig el fog érni. Hozzátette, ezek mellett a kereskedelmi és vendéglátó szálláshelyeket is bővíteni kell, melyek így még elhetőbbé és vonzóbbá teszik majd a térséget. Országszerte több mint 1000 helyszínen szerveznek lakossági fórumokat a Jobbik országgyűlési képviselői a májusi EP választásokig. Az újfehértói rendezvényen a párt elnöke arról beszélt, reménykednek abban, hogy 3 képviselőt továbbra is ki tudnak juttatni az Európai Parlamentbe, hiszen a májusi választásoknak 2 nagyon fontos tétje van. Az egyik, hogy tovább szegényedik az ország, hiszen az elmúlt 10 évben folyamatos volt a leszakadásunk, és mára a legszegényebb Európai Uniós országgá váltunk. Egyedül Bulgária az, aki még mögöttünk található, de mind Románia, mind Szlovákia köztudottan lehagyott minket szinte minden mutatóban. A másik nagy kérdés, hogy a bevándorlás folytatódni fog-e Magyarországra, hiszen mára már körülbelül 100 000 ember vándorolt be a Fidesz jó voltából. Szorosabbra fűzte együttműködését a Nyíregyházi Egyetem a Honvédelmi Minisztériummal. Ennek eredményeként honvédelmi alapismeretek címmel például szabadon választható tantárgyat indítanak a felsőoktatási intézményben. Emellett az önkéntes tartalékos szolgálatot is ösztönöznék a jövőben. Hadtörténeti kutatások, rendszeres toborzás, régre nyúlik vissza a Nyíregyházi Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium kapcsolata. Ezt az együttműködést fonták még szorosabbra az intézmények vezetői csütörtökön aláírt megállapodásukkal, amely elsősorban az oktatási, kutatási és toborzási területeket érinti. Többek között a legfontosabbnak tartom, hogy honvédelmi alapismeretek tantárgyat szabadon választható tantár keretében a képzési rendszerünkbe beillesztjük, illetve az önkéntes tartalékos szolgálatot szeretnénk azzal ösztönözni, hogy az ilyen jogviszonyban lévő hallgatók 1 kreditpontot kapnak ezért a jogviszonyért. A Honvédelmi Minisztérium ösztöndi programját is szeretnénk támogatni, azzal, hogy a Mészáros Lázár ösztöndíjasok 2 hetes nyári gyakorlat után szintén 1 kreditpontot kapnak. A honvédelmi államtitkár azt emelte ki, hogy remek szövetségesekre találtak az egyetemek és főiskolák között, amelyek a toborzás és az önkéntes tartalékos szolgálat vonatkozásában segíthetik őket. A Nyíregyházi Egyetemmel kötött megállapodás kapcsán arról beszélt, hogy ezzel az együttműködéssel mindkét fél nyer, céljuk pedig, hogy a partnerség nyújtotta keretet megtöltsék tartalommal, valamint fejlesszék és élővé tegyék, annak érdekében, hogy a magyar honvédség társadalmi elismertsége, támogatása tovább erősödjön. Én azt gondolom, hogy ez az intézmény kiváló terepe lesz ennek, hogy az itteni fiatalokat meg tudjuk nyerni a honvédelem ügyének, meg tudjuk ismertetni őket a honvédelemmel, a magyar honvédséggel, ismert és elismerté tudjuk tenni a magyar honvédséget. Ez egy nagyon fontos célja ennek az együttműködésnek. Azon kívül az együttműködés célja még az, hogy katonák tanulhassanak itt, akár tisztek, akár altisztek képzését, továbbképzését tudja ez az intézmény biztosítani, ami szintén fontos számunkra. Az egyetemen április 30-án Benkő Tibor honvédelmi miniszter tart előadást a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő fejlesztési programról. A felsőoktatási intézmény távlati céljai között pedig az is szerepel, hogy a mérnöki alapképzési szakon a minisztériummal együttműködve honvédelmi specializációkat indítsanak. 3 festőművész közös kiállítását láthatják az érdeklődők a Nyíregyházi Városi Galériában és a Pál Gyula teremben. Mindhárman kötődnek valamilyen formában Nyíregyházához. A tárlat május 18-áig látogatható. Yeah.
Bullás József látványos színkezelése, Szikora Tamás térben és formában egyedülálló alkotásai, valamint Iski Kocsis Tibor természet iklette színrajzai láthatóak Nyíregyházán. A Pál Gyula terem és a Városi Galéria két emelete ad helyet ezeknek a daraboknak. Az alkotókban közös, hogy mindannyiuknak volt kapcsolata Nyíregyházával, jó barátságot ápolnak egymással, ezért a kiállítás gondolata is hamar megfogalmazódott. Ennek a kiállításnak a gondolata még 2000-es évek közepén egy műteremben, Tamásnál a Rákóczival egy műteremben beszélgetés közepette merült föl, hogy valóban, hogy mi nyíregyháziak, már nyíregyházi kötődésűek vagyunk, és hogy kellene Nyíregyházán egy közös kiállítást rendezni. És Tamással nagy lelkesedéssel beleugrottunk, csak aztán ugye az élet ugye elsodort mindannyiunkat, és aztán annyira, hogy a Tamást végül sajnos elveszítettük, de hogy ez egy ilyen feladatként továbbra is úgy ápolgattuk a Józseffel, és most sikerült megvalósítani ezt a kiállítást. A festőművésszel hosszabb interjút láthatnak a péntek esti Weekend című műsorunkban. Több mint 2000 diák ballag el a következő napokban Nyíregyháza középiskoláiból, közülük több tucatnyian a pénteki központi ballagási ünnepségen is részt vettek, ahol a város polgármesterével közösen egy lufi eregetéssel indították el a Hello Nyíregyháza rendezvénysorozatát. Az egész hét a fiatalokról szólt Nyíregyházán. Ők voltak a főszereplők péntek délelőtt a Városházán is. A megyeszékhely 20 középiskolájának végzősei, társaikat is több mint 2000 tanulót képviseltek a központi ballagáson. Az intézményi ünnepségeket a napokban tartják, május 6-án pedig megkezdődnek az érettségik. A híradónak nyilatkozó diákok vegyes érzésekkel készülnek a vizsgákra, a folytatást ugyanakkor optimisten várják. Igazából őszintén megszólva nagyon izgulok, de úgy vagyok vele, hogyha ezt a többi diáktársam is túlélte már, úgyhogy szerintem mi is meg tudunk birkózni ezzel az egésszel. Szerencsére nagyon jól állok, így minden tantárgyból nagyjából elég jól sikerült felkészülnem, és nagyon izgatottan várom már a ballagást, mert nagyon jó osztályom van, és nagyon fognak hiányozni az egyetem alatt, de remélem, hogy megmarad így ez a jó barátság, ami kialakult a 4 év alatt. A búcsú természetesen könnyes, hiszen én ebbe az iskolába már elsős korom óta járok, tehát 12 évet tanultam az ötvösben. Ugyanakkor boldog is vagyok, mert alig várom, hogy elkezdődjön az új életem az egyetemen. A város polgármestere ballagási emléként egy-egy dísztollat adott át a jelenlévőknek. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy Nyíregyháza a jövőben is számít a fiatalokra. Ahhoz azonban, hogy itt telepedjenek le, a munkahelyek mellett a lakhatási lehetőségek biztosítása is elengedhetetlen. A hazaváró program keretében ezért is támogatják a lakásvásárlásukat, amennyiben gyermeket vállalnak. Ez nyilván egy kiegészítése a kormányzati csok támogatásnak, aminek köszönhetően láthatjuk, hogy a városban rengeteg lakás épül. Azt szeretnék erősíteni, hogy az itt tanuló, dolgozó fiatalok itt alapítsanak családot. Nyíregyházán itt telepedjenek le, itt tervezzék az életüket. A központi ünnepség zárásaként a Városháza előtt fotózkodtak a végzősök, majd egy visszaszámlálás követően közösen engedték a magasba az előtte megkapott színes lufikat. Ezzel az akcióval egyúttal megkezdődtek a pénteki Hello Nyíregyháza rendezvényei. Nagy lépést tehet szombaton a bennmaradás felé a kisvárdai futballcsapat. Dajka László jelenleg 9. helyen álló együttese a Sereghajtó szombathelyi haladást fogadja. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. 4 forduló van hátra az NB1-es bajnokságból, és még 7 csapatot fenyeget a kiesés veszélye. A Kisvárda a legutóbbi fordulóban szerzett 3 pontjával egyet előre lépett a tabellán, de a mögötte lévő Paksnak szintén 32 pontja van, a Diósgyőr pedig 31 ponttal áll. A Sereghajtó szombathely 25 pontot gyűjtött, ebből 9-et a legutóbbi 4 fordulóban. A Kisvárda eddig 2-szer találkozott a haladással, és mindkétszer várdai győzelem született. Szombaton is ez a cél, az 5 sárga lapja miatt pihenő csapatkapitány Lukasz nélkül is a siker reményében lép pályára Dajka László együttese. Nagyon szeretnénk, ha meg lenne a 3. győzelem, de természetesen nem foglalkozunk semmiféle babonával, semmilyen előttünk lévő mérkőzésekkel, MTK-val. Nekünk jelen pillanatban a haladás jelenti a legnagyobb akadályt. Tudjuk, hogy
feljövőben van a csapat, annak ellenére, hogy az elmúlt héten vereséget szenvedtek. Biztos vagyok benne, hogy felszabadultan és mindent meg fognak tenni. Nekünk itt jelen pillanatban a szakmai stábnak az a feladata, hogy a labdarúgás semmilyen szegmensében nem múljon felül minket a hallás. A legutóbbi MTK elleni meccs győztes gólját szerző Horváth Zoltán mindkét haladás elleni mérkőzésen betalált az ellenfél kapujába. A támadó szerint mindegy, hogy kiszerzi a kisvárdai gólt, a lényeg a győzelem. Nagyon bízok abban, hogy meg lesz a harmadik győzelem, mert hogy ez nekünk nagyon nagy előrelépés lenne a bennmaradás céljából. Ugye az utóbbi két meccsnek is akkor lenne igazából értéke, hogyha ezt is meg tudnánk nyerni. Hát abban meg bízom, hogy meg lesz a horvát gól is, de úgy vagyok inkább vele, hogy akár egy öngól, és hogy akár miért csak tudjuk megnyerni a mérkőzést. A Kisvárda szombathelyi haladás mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Újpest-Debrecen, Molvidi FC Puskás Akadémia, Mezőkövesd Diósgyőr, Paks MTK Budapest és Budapest Honvéd Ferencváros. A hétvégén rajtol az októberi világbajnoksággal záruló szabadtéri atlétikai szezon. A korosztályos és felnőtt válogatott keretekben 18-an képviselik a nyíregyházi színeket, közülük a gyaloglő Helebrand Máté, a magasugró Bakosi Péter és a diszkoszvető Szikszai Róbert tagja az olimpiai keretnek is. A szeptember végén kezdődő és október 6-án záruló katari világbajnokság miatt szokatlanul hosszúra nyúlik az atlétikai szabadtéri szezon. A hétvégén már több versenyt rendeznek, köztük a 20 kilométeres gyalogló országos bajnokságot, amelyen a nyíregyházi Helebrand Máté betegség miatt nem vesz részt. Neki már megvan a világbajnoki szintje, rajta kívül Bakosi Péter és Szikszai Róbert is megcélozza a dohai VB-t, és persze a tokiói olimpiát is, amelyre már az idén lehet kvalifikálni. A Magyar Atlétikai Szövetség továbbra is támogatja egyrészt a szakosztályunkat, másrészt pedig ezeket a versenyzőket külön, tehát finanszírozza az edzőtábori részvételüket és a nemzetközi versenyekre való kiutazásaikat. És hát mi is megteszünk mindent azért, hogy ezek a versenyzők jól felkészüljenek. A dobók most vannak például edzőtáborban, Horvátországban, gyaloglók szintén Horvátországban, illetve Portugáliában készültek föl. És hát Peti pedig Németországban készült, és fog készülni még az elkövetkező időszakban, amelynek ezeknek a táboroknak, illetve a versenyeknek a finanszírozása részben a Magyar Atlétikai Szövetség, részben pedig a Nyíregyházi Sportcentrum költségvetéséből megy. A világbajnokság mellett univerziádét, európai játékokat, csapat Európa bajnokságot és korosztályos Európa bajnokságokat is rendeznek az idei évben. A nyíregyházi atléták közül többen is ott lehetnek majd ezeken a versenyeken. Az említett három versenyzőnk kívül még Kerekes Dóra, Zsiga Kinga, Tasi T. Dávid és Tóth Balázs, akik szerepelnek a listán, és hát bízom benne, hogy ők ott is lesznek, hiszen a saját korosztályukban és versenyszámukban a legjobbak közé tartoznak. Vas László még elmondta, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum az elmúlt évekhez hasonlóan a debreceniekkel indít közös együttest a csapatbajnokságon. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A boltokban az árakon is éreztetné hatását, ha csökkentenék az Európai Uniós agrártámogatásokat. Erről beszélt az agrárminiszter egy újfehértói gazdafórumon. Nagy István szerint az ágazat versenyképessége érdekében elsődleges az aszálykárok elhárítása. Ennek érdekében jelentős forrásból, 170 milliárd forintból fejlesztik az öntözési infrastruktúrát a következő 10 évben. Közel 1 millió hektár gyepgazdálkodásra alkalmas részben kihasználatlan terület van Magyarországon. Ennek jelentős része a Felső-Tisza vidékén terül el. Ezek fejlesztésével fellendülhet az állattartás a megyénkben is, valamint a hazai, megnövekedett széna igény is gazdasági lehetőségeket rejt a helyi gazdálkodók számára. Szorosabbra fűzte kapcsolatát a Nyíregyházi Egyetem a Honvédelmi Minisztériummal. A csütörtökön aláírt megállapodásuk részeként szabadon választható kurzust indítanak a felsőoktatási intézményben honvédelmi alapismeretek címmel. Emellett az önkéntes tartalékos szolgálatot is ösztönöznék a jövőben. Egyik kiemelt céljuk, hogy a magyar honvédség társadalmi elismertsége és támogatása tovább erősödjön.
Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 26-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításaikat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Szombaton a nyugat-európai ciklonrendszer hidegfrontja vonul át hazánk fölött, mögötte mintegy 7-9 fokkal hűvösebb léghullámok érkeznek a magasban. A front hatására péntek éjszakától többfelé várható eső, zápor, zivatar és visszaesik a hőmérséklet. Szombat reggelig fátyol felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Eső, zápor egyaránt várható, helyenként zivatar is kialakulhat. A déli, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13-18 fok között alakul. Szombat estig erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső, zápor egyaránt várható. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18-24 fok között alakul. A következő napokban változékony időre van kilátás. A rövidebb napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet. Többfelé, illetve több alkalommal előfordul eső, zápor. Keddig tovább gyengül, majd ismét erősödik kissé a nappali felmelegedés.